Koszorút helyeznek el Kodály Zoltán emléktáblájánál a pécsi Dobó István utcai iskola épületében. Kodály több szállal kapcsolódott Pécshez, Baranyához, mondta a megyei önkormányzat elnöke a koszorúzáson. Immár 40 esztendeje annak, hogy a pécsi Kodály Zoltán gimnázium Kodály Zoltán többszörös Kossuth és Magyar Örökség díjas zeneszerző nevét viselheti, aki 1945 után több szállal is kötődött Pécshez, és nem csak az 59-ben Pécseli Saroltával megkötött házassága révén, de felfigyelt azokra az értékekre, amelyek Baranyát, baranyai népdalvilágot jellemzik, és arra a közösségi, zenei közösségi életre, amely az elmúlt egy évszázadban mindig is jellemezte Baranyát. Úgy valljuk, hogy egy népnek, egy nemzetnek, egy közösségnek akkor van jövője, hogyha kulturális értékeit őrzi, azokat újra és újra megéli. Jó volt látni, hogy Kodály Zoltán születésének 140. évfordulójára készülve, a hagyományt megtartva idén is több száz baranyai fiatal jött itt össze a Kodály Központban. Minden fiatal készült valamilyen népdallal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ma, akik itt voltunk és megéltük ezt a felemelő nagyszerű élményt, biztosak lehetünk abba, hogy a következő generációnak, a gyermekeinknek és az unokáinknak is lesz, aki átadja ezt a gyönyörű hagyományt, amelyet a magyar népdal kincs rejt magában. Ugyanis az ünnepi hetet egy országos népdaléneklési verseny megyei döntőjével kezdték. Én nagyon örülök ennek a mai alkalomnak, mert hogy én egykori kodályosként ezt diákként is megéltem. Mindig egy óriási ünnep volt a december 16-a Kodály Zoltán születésnapja köré szerveződő ünnepi hét forgataga. És én azt gondolom, hogy ez mai napig így van. Az iskola 1982-ben vehette fel Kodály Zoltán nevét, és azóta büszkén viseljük, és az ünnepi hét kezdetén mindig azzal indultunk, hogy megkoszorúzzuk az ő domborművét. Ezzel is ki akarjuk fejezni, hogy mi követjük az ő útmutatásait, és hű örökösökként adjuk tovább mindazt, amit tőle tanultunk, és méltó utódokként folytatjuk az ő zenepedagógiai munkásságát. Már évtizedek óta iskolánk ad helyet a megyei népdalversenynek. Ez a Tiszán innen Dunántúl országos népdalversenynek a területi fordulója. Innen tudnak bekerülni a diákok az országos versenyre, hogy megmérettessék magukat. És ez mindig egy nagyszerű és felemelő pillanat, amikor itt zenepedagógusok találkoznak, és diákok egymás teljesítményét látják, és tudják magukat helyezni, hogy hogyan állnak és hol állnak éppen abban az életszakaszukban. A népdalversenyen alapvetően szólisták indulnak, de vannak kis együttesek, vagy nagyobb létszámú, már 4 fővel induló együttesek is, és nagyon szigorú a versenynek a kiírása. Az indulóknak vagy egy adott tájról kell hozniuk a népdalcsokrot, vagy egy adott tematika köré kell, hogy szerveződjön, vagy akár az köti össze a népdalokat, hogy egy bizonyos népdaltudós gyűjtötte őket csokorba. Úgyhogy többféle produkciót is hallgathatunk, és 5. osztálytól 12. osztályig mindenki indulhat, aki szereti a népdalokat, és számára fontosak ezek. Két helyszínen zajlik a verseny, az 5., 6. és 7., 8. korcsoport egy klub helyiségben, itt az aulában pedig a nagyobbak mérik összetudásukat, és amikor a szólisták végeztek, akkor a zsűri egyesül, és akkor a kis együttesek vagy a nagyobb együttesek produkciója következik. Több mint 40-en jelentkeztek, úgyhogy számunkra ez egy nagyon nagy öröm, hiszen itt az elmúlt évek covidos helyzete nagyon megtépázta ezt a rendezvényt is. Úgyhogy nagyon nagy örömmel töltött el bennünket, hogy sokan jelentkeztek, és hát a legjobb, mindig az arany kategória győztes juthat az országos fordulóba.
Kodály Zoltán 1882. december 16-án született, ezért a születésnapjának hetében ünnepi programokkal emlékeznek névadójukra a pécsi iskolában minden évben.